Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Nincs ilyen ügy. Karácsony Gergely egy hónappal ezelőtt ezzel a mondattal próbálta elkenni a városháza eladásának tervét. Aztán mégiscsak kiderült, hogy elkészült erről egy tanulmány, és nemhogy elvetették volna az ötletet, még idén ősszel is érdemi tárgyalásokat folytattak erről befektetői körökkel. A vagyonkezelő vezetője is megerősítette egy hangfelvételen, hogy a főpolgármesteri kabinet megtárgyalta a 3,9 hektáros belvárosi terület eladását. Sőt, az is szóba került, hogy előbb megcsinálják a városháza parkot, mert hogy megígérték, majd egy év múlva szétrombolják és építkeznek. Nem mellesleg azt is megtudtuk, hogy a vagyonkezelő vezetője meg tudja kerülni a közbeszerzést. Korábban Karácsony még feljelentéssel fenyegetőzött, de amikor kiderült, hogy Barcs Balázs, a vagyonkezelő központ ZRT elnök vezérigazgatója tárgyalt az ügyben, akkor ennek sem lett semmilyen érdemi következménye. Ami még ennél is több kérdést vett fel, az Bajnai Gordon felbukkanása. A baloldal volt miniszterelnöke, az egyik üzleti beszélgetésen el is árulta, mi a probléma az eladás körül menedzsment szempontból. Idézem. Ugye ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság. Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen. Azt is mondta, hogy egy ilyen nagy koalícióban vannak a cápák, és sok ilyen van a tóban, és mindenkinek vannak részterületei. Az pedig egészen elképesztő védekezés, hogy Bajnai Gordon szerint beleprovokálták ebbe a beszélgetésbe. Olyannyira sikeres volt a provokáció, hogy a beszélgetés előtt gyorsan felhívta az egyik vagy másik harcostársát, és részletesen tájékozódott a városháza eladásának részleteiről. Aztán utólag, valljuk be őszintén, teljesen hitelesen meglepődött, hogy a városháza eladásának lehetőségéről beszélt ő saját maga ezen a találkozón. Van humorérzéke a volt miniszterelnöknek. Közben azt is megtudtuk, hogy Horváth Csaba, zuglói polgármester, nem szereti a viccet, neki nem tetszett a volt miniszterelnök alakítása, hiszen azt nyilatkozta, hogy amatőr színészek produkciója alapján született anyag. A főpolgármester is humorral próbálkozott, azt találta mondani, hogy tulajdonképpen a Fidesz akarta megvenni a városházát. Tudjuk persze, hogy ha baj van, Karácsony soha nem volt ott, soha nem látott és soha nem is hallott semmit. Arról sem ő tehet, hogy egyáltalán néha be kell járni a városházába. Megnyugtató válaszokat persze továbbra sem tudott adni, ráadásul folyamatosan új fejlemények kerülnek nyilvánosságra. Kiderült, hogy a főváros tucatnyi ingatlant akar értékesíteni, közöttük belvárosi, újbudai, hegyvidéki és újpesti területeket is. Ami a legmegdöbbentőbb, az az óbudai mocsáros dűlő esete. Itt a zöld területből leválasztottak egy 268 ezer négyzetméteres részt, hogy ott lakóparkot, új ingatlanokat építsenek. Ez az állítólagos zöld politikájuk. Az egész botrányból két fontos következtetést lehet levonni. A baloldali vezetési fővárosban maffia működik, jutalékos rendszerben, és felosztják egymás között a piacot. A baloldal volt miniszterelnöke pedig tanácsokat ad befektetőknek, hogy hogyan üthetik nyélbe az üzletet. A baloldal pedig ugyanott folytatta a főváros ténykedését, ahol 2010-ben abba hagyta. A Gyurcsány-Barnai korszak emberei visszatértek, ezért van tele korrupciós ügyekkel a városháza. Már a baloldali sajtó sem tudja tovább fenntartani azt a tévképzetet, hogy Karácsonyék a csodálatos, mesebeli egyszarvúak. Ma már mindenkinek egyértelmű, hogy maguk nem egyszarvúak, hanem kecskék. Most meg azzal próbálkoznak etetni minket, hogy nem szeretik a káposztát. Ezek az ügyek jól mutatják, mire számíthatunk, ha a baloldalon múlna, újra kiárusítanák az országot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bödöt László képviselő. Az elhangzottak a kormány nevében Fulnag János államtitkár úr fog válaszolni. Önni a szó, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt háztisztelt képviselő úr, nem először hangzanak el ezek a szavak a Magyarország gyűlésben, különös tekintettel arra, hogy amit ön itt
5 perc alatt felvázolt, az csepp a tengerbe. Tulajdonképpen egy nagyon jó lenyomata, bizonyítéka annak a régi mondásnak, hogy aki nem tanulta meg és nem ismeri a saját történelmét, annak az a büntetés, hogy annak újból meg kell élnie. Napjainkban annak vannak tanúi, hogy ott, ahol az elmúlt időszakban baloldali vezetést kapott egy adott térség, egy adott település, a főváros, hogy mi várható az egész országra, hogyha ezeken a területeken ez a gyakorlat. Azt is ilyenkor mindig elmondjuk, tudom, hogy sokszor, de meggyőződésem, hogy ezt mindig és minden alkalommal el kell mondani, mert az emberi tudat már csak olyan, hogy szereti a rosszat elfelejteni. Ezért emlékeztetni kell rá, hogy ezek, amiket ön itt sorolt, most éppen Budapest és egy városháza kapcsán, és egy-egy látványosabb ingatlan ügylet, ingatlan mutyi kapcsán, abban semmi újszerű nincs, semmi meglepő nincs, semmi újszerű sincs, sőt, még a szereplőkben sincs új, hiszen amit ön neveket sorolt, azok ennek egy jelentős része nem új ember. Itt volt 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt is. Sőt, itt voltak korábban is. Tisztelt képviselő úr, ha a rendszerváltás előtti és alatti spontán privatizációt nézzük, ugye ez az utolsó baloldali kormány, a német kormány volt, akkor az akkori privatizáció, tehát a tradicionális nemzeti vagyonnak olyan nagyon neves elemei, mint a Tungsram, a Gans cégek, a Kinoin, a Hungária biztosító, a Biogál vagy a Medicor, az nem az elmúlt, nem 2010 előtt, hanem a rendszerváltás előtti 1-2-3-4 évben került a privatizáció. Került olyan ügyletek sorába, amelyekről ön most egy ingatlan kapcsán adott itt számot. A rendszerváltás alatt a privatizációs programokba túlnyomó rész külföldi kézbe került a Hungar Hotels, a Hungaxpo, a Danubius, a Magyar Aszfalt, a papíripari vállalat, a Csepel Művek szerszámgépgyára, a fék fegyver és gázkészülékgyár. A 94-98 közötti időkben, és ez nem érzelem kérdése, ezek tények. A Magyar Kereskedelmi Bank, a Budapest Bank, a Magyar Hitelbank, Takarékbank, Mezőbank, a Főgáz és a valamennyi gázszolgáltató, ami a magyar háztartásoknak és a magyar gazdaságnak gázszolgáltatott. A MOL privatizációnak a különböző szakaszai, az erőműveknek, a tiszai erőműveknek, a budapestinek az eladása. Hogyha már fővárosban van szó, 95-96-ban a fővárosi vízművek privatizációja, a francia kézbe került. 97-ben a főváros egy csatornázási művek, mind a mai napi külföldi tulajdonban van. Ha a másik neveket nézzük, tehát a Megyesi-Gyurcsány éra alatt, csak sorolom, Postabank, Konzumkard, Budapest, Liszt Ferenc repülőtér, Nemzeti Tankönyvkiadó, Antenna Hungária, és a végén a Gyurcsány-Bajnai korszakban a MALÉV értékesítés és a MÁV kargónak, tehát a MÁV teherszállításnak. Tisztelt képviselőtársaim, ez egy nagyon szomorú, és úgy gondolom, hogy időről elmondandó lista, mely ennek eredményeként Magyarországon meghatározó stratégiai iparágak, monopól helyzetben lévő vállalatok kerültek túlnyomó részt külföldi kézbe, és veszélyeztették a magyar lakosság fűtését, világítását, energiaellátását, közlekedését, élelmiszeriparát, mindent, amit egy nemzet mindennapi életéhez kell. Ez, amit ön a most egy példa kapcsán előrevetített egy baloldali kormányzás idejére. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmet.